Németország és Szerbia külkereskedelmi mérlege 2018-ban 5 milliárd euró volt, ami 12%-os növekedést jelent az előző évi átlaghoz képest. Ebben Vajdaság másfél milliárd euróval vett részt, tartományi viszonylatban az árucsereforgalom 17%-kal nőtt. A jó gazdasági kapcsolatok tartományi viszonylatban is megmutatkoznak Vajdaság és a németországi Baden-Württemberg között, hangzott el a mai találkozó után. Azt látjuk, hogy hasonlók a problémák, amikkel ők is küzdködnek, függetlenül attól, hogy Németország sokkal fejlettebb, teljesen más mezőgazdasága van, mint Vajdaságnak. De ugyanakkor van sok olyan kérdés, ami úgy tűnik, hogy szélesebb kontextusban aktuális és európai jellegű vagy közép-európai jellegű kérdés. Itt nem csak a klímaváltozásra, hanem mondjuk a falvak előregedésére, a gazdálkodás rentabilitására, az árakra, a szövetkezésre gondolok. A németországi Baden-Württemberg és Vajdaság már több éve működik együtt, ez azonban még nem hozta meg a várt eredményt a mezőgazdaság terén. To ukupno robno razmeni sa pokrajinom Baden-Württemberg poljoprivredna proizvodnja iz Vojvodine učestvuje sa svega 3%. Mislim da je to u ovom momentu malo i da bi vojvođanski agrar trebao da ima mnogo veću zastupljenost kada je u pitanju pokrajina Baden-Württemberg. A Németország kertjének is nevezett Baden-Württemberg tartomány adta az 1990-es évek Németországának a nemzeti össztermék 15%-át. Aber auch, und das ist von unserer Seite auch klar zu machen, dass Europa und die Europäische Gemeinschaft und wir als Gemeinschaft nicht die Probleme der jeweils anderen lösen, sondern nur in gegenseitiger Wahrnehmung und Unterstützung uns dabei helfen können, unsere Probleme in die richtige Richtung zu bewegen. A baden-württembergi küldöttséget György Milicevic, a tartományi kormány alelnöke is fogadta. A találkozón elsősorban a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az oktatás és a turisztika terén való együttműködés fejlesztéséről tárgyaltak.